Azzal az őszinte vallomással kezdem, hogy félek és szorongok. Elsősorban szeretném szánni ezt az előadást egy főhajtásnak, egy tiszteletnyilvánításnak, hiszen önök, akik a szociális szférában, a gyermeknevelésben dolgoznak, olyan kevés társadalmi elismerést és olyan kevés köszönetet kapnak egészségére. Olyan kevés az az elismerés, és olyan kevés az a jó indulat, amivel az önök munkáját bár a társadalom figyeli, de éppen a gondozottaktól kapnak talán kevés visszajelzést. Van egy édesanyám, aki a második gyermekkorát éli, 14 éve Alzheimer beteg. Hogy mit jelent egy gyermek mellett, egy ismét gyermek mellett ott állni, jelen lenni az ő életében, mit jelent őt szolgálni, azt tudom, sejtem, és éppen ezért engedjék meg, hogy egy méltó főhajtással adózzak az önök munkájának, éppen azok a gyerekek ápoltak, neveltek helyett, akik ezt nem teszik meg. A második gondolatom, ami miatt szorongok, az az, bár magam is tanítok több egyetemen, de ilyen rangos előadótársak, mint Jóka Janna, Kossuth Díjas írónő és Kocsev Miklós református lelkész mellett megszólalni nem könnyű. Lennének önök az én helyemben, akkor azt hiszem önök is ezt így élnék meg. A harmadik pedig, ami miatt szorongok, az az, hogy olyan témát választottunk itt az advent küszöbén, advent közelettével, amiről még soha, semmikor senkinek nem beszéltem, és ez egy kicsit azt is jelenti, hogy premier az én számomra is ez az előadás. Éppen ezért lehet, hogy magán viseli az összes premier csetlését, botlását, amiért szíves elnézésüket kérem. Eleve a cím, a várakozás teológiája. Miért van a várakozásnak teológiája? Éppen a teológia nem beszél róla. Hogy beszélhetünk akkor hát arról, amiről maga a teológia, aki a legadekvátabb és a legilletékesebb lenne, hallgat? Azt gondolom, hogyha behelyettesítjük a fogalmakat, és egy kicsit közelebb hozzuk magunkhoz, hogy mit jelent a teológia, akkor kiderül, hogy van a várakozásnak is teológiája, hiszen a teológia összetett szó, görög szó, amelyben a teó, azaz Isten, a logos, logion, az pedig a tudomány, a tudás. Biológia, az a bios, logos, az élő világról szóló tudomány, az élők világáról szóló tudás. Ilyen értelemben, ha teológiáról beszélünk, akkor az az Istenről szóló tudás, az Istenről szóló tudomány. Márpedig Isten mindennek a kezdete, márpedig Isten mindennek az eredete, Isten mindennek az ős oka. Így tehát az időnek is, amelyikben mi az életünket éljük, és amelyikben várakozunk. Ilyen értelemben lehet azt mondani, hogy teológiai reflexiókat lehet tenni a várakozásról, azért, mert Isten maga, aki az időt teremti, maga, aki az életünknek a keretét adja, Isten, aki mindeneket betölt, maga is várakozik. A mai tudásunk szerint a Földünk körülbelül 4,5 milliárd éves. Van, aki kicsit többnek, van, aki kicsit kevesebbnek gondolja. De ez a 4,5 milliárd év Isten szemszögéből a idézőjel várakozással telt el. Isten várt arra, örök időktől fogva, hogy megalkossa ezt a világot. Rögtön a teremtéskönyv legelején arról beszél a Szentírás, hogy Isten lelke lebegett a mélységek, a vizek, a semmi fölött, és ebbe a várakozásba, az idők kezdetén, amit Isten alkotott, hangzik el Istennek az a szava, hogy legyen világosság, sötétség, nappal, éjjel, és legyen ebbe az ember. Isten várt arra, hogy megteremthesse az embert. És amikor megteremtette az embert, akkor Isten ismét várt arra, hogy ez az ember felnőjön arra a szintre, ahol Isten kommunikálni tud. A létezők világában van egy nagyon komoly törvény, nem lehet a létsíkokat átugrani. Nem lehet kicserélni, és nem lehet a bizonyos határokat átlépni.
Egy kő az soha nem válik élővé. A kő az kő marad, nem tud fejlődni, nincsenek reakciói. A kő az egy alacsonyabb fejlettségi szint, mint mondjuk egy növény, amelyik biológiai példánál maradva már tud fototropizálni, már tud szintetizálni, szerves anyagokat a testébe fölépíteni. Egy növény tud a fény felé fordulni, sok mindenre képes a növény. De még ő is alacsonyabb fejlettségi szint, mint az állat, amelyik már helyváltoztatása is képes. Nem lehet átugrani ezeket a fejlettségi szinteket, mindegyik fejlettségi szint a saját képességeinek és a saját lehetőségeinek és feltételeinek a metszetében él. Ha Isten arra tart igényt, hogy az ember őt megértse, akkor Istennek kell lehajolni az emberhez, mert az ember soha nem tud fölemelkedni arra a szintre, ahol Isten él. Ahogy a kő nem válik növényé, és a növényből nem lesz állat, ahogy nem lehet ezeket a határokat átugrani fölfelé, ugyanúgy az ember sem tudja átugrani a saját határait fölfelé. Egyes-egyedül Isten az, aki át tudja lépni ezeket a határokat, és be tudja teljesíteni az ember várakozását. Egyes-egyedül Isten az, aki le tud hajolni az emberhez, és ki tudja nyilatkoztatni, és ki tudja nyilvánítani magát. És Isten erre várt. Erre várt évmilliókon keresztül, évezredeken át. Isten arra várt, hogy megoszthassa önmagát az emberrel, hogy föltárhassa örök titkait az ember előtt. Várt Isten az emberre a paradicsomkert fái között. Várt Isten Mózesre, amikor fölcseperedett, várta Isten, hogy mi történik a nádba, kákába, csomagolt Mózes kosárba, gyerekkel, hogy megeszi a krokodil, nyilván Isten tudta, hogy nem fogja megenni a krokodil zárója bezárva, de hogy várt Isten arra, várt Jahve arra, hogy Mózes fölcseperedjen, várt arra, hogy az esze használatára eljusson, hogy a fizikai erőnlétére jusson, várt arra, hogy kimenjen Mózes a pusztába, várakozott Isten az égő csipkebokorba, hogy a parancsot Mózes számára feltárja. Isten várt és várt és várt és várt és várt a 10 csapás beteljesítésével. Isten várt arra, hogy a pusztai vándorláson 40 éven át a nép eljusson az ígéret földjére. Isten várt arra, hogy leomoljanak Jerikó falai. 7 nap 7 éjjel kerülték meg, így tudósít el a Szentírás, Jerikó városát a Frígy ládával annak érdekében, és folyamatosan imádkoztak persze, hogy az ígéret földje az övüké legyen. Isten várt és várt és várt a templom építésével, neki csak sátra volt, a király már palotákban lakott, és aztán hát Saul király parancsára, aztán végül is Dávid és Salamon fölépíti a templomot. Isten várt a prófétai igehirdetéssel, várt a messiás jövetelének meghirdetésével, és végül, amikor elérkezett az idők teljessége, Isten úgy gondolta, hogy betelt az idő, és elküldheti a fiát, és Isten várt további 9 hónapot, amíg ez a fiú Mária méhében nem csak megfogant-e életképes gyermekként a világra jött, és várt további 30 évet, amíg felcseperedett. Isten várt további 3 évet, amíg a férfi vélet fia a rábízott tanítást az embereknek átadta, amíg Isten fia meghirdette a mennyország örömüzenetét. És Isten várt tovább a kereszt halálig 3 évet, és aztán várt 3 órát, amíg fia agonizált a kereszten, és aztán várt 3 napot a feltámadásig, aztán várt a mennybe menetelig, várt a pünkösdig, és így tovább. Isten tudott várni. Isten tud várni. És mi? Életünket az idő és a tér tengelyében éljük. Az idő tőlünk elválaszthatatlan, az idő
az a lét lényegünkhöz hozzátartozik, mert van egy úgynevezett én időnk, és van egy önidőnk, van egy szubjektív időnk, és van egy objektív időnk. És bár ennyire gazdagok vagyunk az idővel és az időben, mégsem tudunk várni. Pedig a várakozás egy roppant gazdag dolog. Gazdaggá tesz a várakozás, és nagyon sok árnyalattal gazdagodunk. Tegnap összeszedtem magamban, hogy milyen fogalmak rejlenek, milyen érzésanyagok rejlenek számomra a várakozásban. A várakozásban benne van a türelem, benne van a kiszolgáltatottság, benne van az, hogy nem tudom, mi történik. Benne van a türelempróba, benne van a kiüresedés, benne van a meglepetettség, és ezek mind a gazdagodásunk. Isten tudott várni az emberre, és mi nem tudunk várni se egymásra, se az Istenre. Én nagyon szeretem a nyelveket. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki művésze legyen a sajátjának, ahhoz nem túl nagy baj, hogyha beszél egy-kettő idegen nyelvet. Mert ugye az idegen nyelv ismeret az visszahat az anyanyelvre, és minek utána látok itt nyelvtanárokat magam előtt, gondolom, hogy ezt ők is megerősítik. Nagyon szeretem a nyelveket, mert a nyelvek gazdag fogalom készlete az visszahat a mi fogalmi gondolkodásunkra és a kultúránkra. Az ógörög nyelv, amelyik Jézus korában a klasszikus értelmiség és az intellektuelnek volt a nyelve, 250 ezres szókészlettel bírt. Ha figyelembe vesszük azt, hogy Arany Jánosnak körülbelül 40 ezer szó ismerete, passzív és aktív ismerete állt rendelkezés, és ezzel gyönyörű anyanyelvünket milyen gazdag kultúráltan tudta ápolni. Ha figyelembe vesszük, hogy egy egyetemi tanár ma általában olyan 11-2 ezer szót ismer, használ passzívan, aktívan. Ha figyelembe vesszük, hogy egy kevésbé tanult ember 6-800 szóval kifejezi magát, akkor rögtön kiderül, hogy az ógörög nyelvnek ahhoz, hogy 250 ezer szava legyen a való világ leírására és az élethelyzetek elemzésére, ez csak azért volt lehetséges, mert árnyaltan fejezték ki magukat, és azokat a kifejezéseket, szavakat, amiket mi ma egy szóval jelölünk, arra nekik több szavuk volt. Ilyen az idő is. Az ógörög nyelvben két időfogalom volt, a kronosz és a kairosz. A kronosz alatt, innen van a kronológia, az mérhető idők egymás utániságát értették, azt, ahogy a percből óra lesz, az órából nap, a napból hét és év, és évszak és évtized, ahogy a természet megújul, és ahogy a napok és a csillagok egymáshoz viszonyított járása az időt adja. Ezt értette a görög a kronosz alatt. De volt egy másik időfogalom is, amelyik nem a mérhető időre, hanem a minőségi időre vonatkozott, és ez volt számukra a kairosz. Hogy a kettő között mi a különbség, azt pontosan érzékeljük, máshogy várod, máshogy vártad a kedvesedet, aki repülőgépen érkezett, vagy itt a vasútállomáson, és máshogy várakozol a fogorvosi székbe. Érezzük, hogy az egyiknél ólomlábakon jár az idő, a másik esetben pedig tovasuhannak a percek és a pillanatok, és az a feszültségteljes várakozás, ami benne van az idő múlásában, a szubjektíven máshogy éljük meg. Mert hogy az ember mindig valamit vár. Ez a létrendünkkel függ össze. És minden várakozásban benne van az elvárás. Hölgyeim és uraim, önök, amikor idejöttek, akkor volt egy elvárásuk, hogy milyen legyen ez a délután. Volt egy kimondott, kimondatlan, tudatos, megfontolt vagy nem megfontolt, ráutalt elvárások, hogy jól érezzék magukat, hogy kapjanak valami szellemi, spirituális ötletet, hogy az írónőtől kapjanak megvilágosodott gondolatokat, a teológus társamtól valami magasztosat. Volt valami elvárások. Hogy ezt beteljesítjük-e, vagy sem, ez más kérdés, de mindig valamit várunk. És ha ez a várakozás feszültség megszűnik, a
megszűnik a létezés. Ez tart életben minket, hogy van értelme holnap fölkelni, hogy van értelme az ünnepeket várni, és szép lesz majd a farsangi szezon, és a farsang után jön a húsvét, és aztán a nyári szünet, és akkor megy mindenki pihenni, tel is tele vagyunk várakozásokkal. És várjuk a megváltott színházjegyet, hogy vajh milyen lesz az előadás az ünnepek során, és mit hoz majd a Jézuska a karácsonyfa alá, tel is tele vagyunk várakozással. És ez a várakozás megszűnnék, akkor megszűnünk lenni. Nem nagyon szoktam magamról beszélni. Ez lehet, hogy hiba. Nem tudom. És nem nagyon szoktam a saját életemből példákat hozni, mert én egy őszinte ember vagyok, és azt gondolom, hogy ez talán nem mindig helyén való, de most megteszem. Volt egy anyai nagynéném, aki ügyvéd volt Budapesten, és volt egy férje, aki bíróként dolgozott. Anyai nagynéném, minek utána, hát ez egy női principium, ápolta a beteg férjét, csak ott nem találtak nála rákot, ahol nem vizsgálódtak, egyébként minden totál áttétel volt. 3 héttel a férj halál előtt derült ki a nagynénémről, hogy ő is beteg, és hogy kettőjük közül, ő a súlyosabb. Tehát odaadóan ápolta a férjét, magával nem érte foglalkozni. És ebben a ante finem szakaszban úgy alakult az ő életük, hogy szüleim, édesanyám és a testvére fölmentek ápolni a testvérüket, a nagynénémet és a férjét. Hajnali 3-4 óra közt meghalt Ágnes nagynéném, szóltak a férjének, elköszönt tőle, és azt mondta, hogy én a mai nappal befejeztem az életemet. Gyermek nem született a házasságból, miért éljek? Mindenki, akit szerettem, meghalt körülöttem, társadalmi kötelezettségem senkivel szemben nincs. Az életem befejezéséhez így is úgy is közel. Az egyetlen érték és az egyetlen személy, aki engem még a világban itt tartott, a feleségem is most elment. És előre bejelentettem, ami aztán meg is történt 23 óra 58 perckor. A teljesen rákos ember, kezét nem tudta már régóta mozgatni, fektében fölemelte a kezét, hogy hálát adott az Istennek, lehanyatlott és nagyot sóhajtva kirehelt a lelkét. Amikor megszűnik a valamire való várakozás, akkor befejeződik az élet. Isten keretbe foglalja a Bibliában a saját várakozását. Említettük volt, hogy a legeslegelső mondat a Szentírásban ez, hogy kezdetben teremti az Isten, és ez a kezdet abszolút kezdet, minden várakozást megelőző kezdet. És a Szentírás vége jelenése könyve 20. fejezetében azt olvassuk, hogy nézd, az ajtód előtt várok, és kopogtatok, és aki beenged, azzal vacsorálok. Isten tud várni, ő az időteremtő Isten, és ebben a várakozásba belépett a térbe és az időbe, belépett a te, az ön, a mi személyes életünkbe, és Isten változatlanul azt üzeni, hogy várok reád, várom a veled való találkozást, várom a személyes életedet, várom, hogy ezt kibontakoztathassam, várok reád, gyermekem. És ha már énekkel indult ez a mai este, mai délután, ha már Medjugorjei CD szólt idegen nyelven, de azok is énekes és zenés imák voltak, így az előadásra való várakozást megelőzően, akkor azt gondolom, stílusosan, és mert őszinte ember vagyok, hadd fejezzük be egy rövid imával. Istenünk, te, aki az időt és a teret megszentelted azzal, hogy beléptél ebbe a világba. Istenünk,
Te, aki az időt és a teret alkottad, szenteld meg néped várakozását. Szenteld meg a történelmet, amelyek a beteljesedés felé halad. Szenteld meg a személyes életünket, amely kezdetét belőled vette valaha. Szenteld meg létezésünk végét is talán. Én szentelj meg minden percet, és szentelj meg minden várakozást, mert te szent vagy, aki élsz, uralkodsz, működsz és hatsz. Te vagy Uram az, aki feszültséggel teljes adventi várakozást adsz.